Üdv mindenkinek a mai videóban, a dráva Intercity-t fogom nektek bemutatni, olyan 1995-96 környékéről. Ez a vonat ekkoriban még a 30-as vonalon közlekedett, és Balaton-Szentgyörgyön gépet cserélt, hiszen ekkoriban még csak addig volt villamosítva a pálya, onnantól egy Szergely és egy Rezsó társaságában utazott egészen a horvát határig. Először is Mozdonynak a 265-ös pályaszámú Szergelyemet választottam. Ez a Mozdony annyiban különleges, hogy ő egy egyedileg készített, egyedileg átalakított modell, egy Gützold alapra készült a Mozdony. Az átalakítást az Index fórumokon EVM néven tevékenykedő fórumtársunk végezte, még nagyon-nagyon régen. Én már egy másik modellező társamtól jutottam hozzá ehhez a géphez egy másik Mozdonyért cserébe. A Mozdony nagyon szépen ki van dolgozva, és hát amit lehetett, ott elvégzett rajta a modellező társunk, enyhén antikolva is van, ami nekem nagyon tetszik. Nincs vészesen antikolva a Mozdony, szerintem nagyon jól visszaadja az eredeti 265-ös gép hangulatát ez az átfestés, átalakítás. Szépen meg van csinálva minden kis apró részlet rajta, nagyon jók rajta a feliratok, nagyon szép, egyenletes a Mozdonynak a festése, ki van húzva például a pályakotró széle is ilyen kis fehérrel, az ütközők is más színűek, pontosan ugyanúgy, ahogy az igazi gépen, illetve ami még nagyon érdekes dolog, hogy ott az elején meg vannak csinálva a kis zászlótartó rudak is. A Mozdony teteje az, ami jobban látszik az antikolás, itt ugye a kipufogónál van némi korom fölvíve, illetve itt a panelek vannak, egy picit szerintem ez száraz ecseteléssel készülhetett meg, megöregbítve. Ami nagyon jó ebben a Mozdonyban, ez egy Gützold gép, iszonyatosan nehéz, brutális a tapadó ereje, és nagyon-nagyon szép lassú járata van, tehát szinte lépésben is egyenletesen szépen fut a gép, nagyon finoman el lehet vele indulni, nagyon precízen lehet mozgatni vele a szerelvényeket, és ez a Mozdony, ez bármilyen hosszú vonatot el tud vontatni. Ez a Mozdonyom hangos, egy Digitools Digisound Decoder adja neki a kis hangját, ami szerintem egész jól el lett találva. Mivel a Szergely nem tud vonatfűtést biztosítani, illetve hát nem is fűtést, mert inkább áram kell az Intercity kocsiknak a légkondicionáló működéséhez, ezért a Mozdony után egy Rezsó Bece nevű villamos fűtőkocsit soroztam be. Ez a villamos fűtőkocsi, ez a Porsche modellnek a gyártmánya, erről a kocsiról volt szerintem talán az első videós bemutatóm is itt a csatornán. Igazándiból nekem nagyon tetszik ez a kis jármű, nagyon univerzálisan felhasználható, ugye azok mögé, a dízelmozdonyok mögé javasolt, akik nem tudnak vonatfűtéshez biztosítani ugye 1500 voltos feszültséget, ugye ilyen a Nohab és a Szergely, egy ilyen kocsi közbeiktatásával ugye elláthatjuk energiával a szerelvényünket. Maga a kocsi egy műgyanta alapra készült jármű, nagyon szép vetemedésmentes a kasznia, minden kis apró részlet filigránul ki van rajta dolgozva, gyönyörű a festése, nagyon pazar a feliratozása. Egy nagyon jól sikerült kocsiról beszélünk itt szerintem, fém kapaszkodókkal van ellátva, és például ott a végén a kis lámpáknak is meg van csinálva a kis bemart helye. Belső berendezéssel is rendelkezik, illetve ennek a kocsinak volt egy olyan verziója, amit a Digitools árult, amiben hangdekóder is volt beszerelve, az enyém egy sima kis néma verziós jármű. Érdemes megnézni itt a végén, hogy még a átjáró trepnire is föliratozva lett a megfelelő felirat, illetve el van látva ott a fűtési csatlakozóval is a kis bemélyedése a kocsinak. A jármű teteje is szépen kidolgozott, itt ezeket a paneleket és a szellőző ventilátornak is a kis részleteit nagyon jól megjelenítette a gyártó. A Rezsó kocsi után jön egy első osztályú kocsi, ez egy KAF kocsi, róla is ugye volt már egy részletesebb bemutató videó, ez az APMZ első osztályú KAF kocsim, mávos 5. korszakos kivitelbe,
ugye, hát nagyon sok mindent pluszban nem tudok róla elmondani. Szerintem egy gyönyörű kocsi, nagyon szépen néz ki, az Acme pedig nagyon jól visszaadja modellben is az eredeti kocsi jellegzetes formáit. Pazar feliratozása van, a belseje az valami bámulatos, itt is most talán látszik az ablakokon belül, hogy még a kis fejtámláknak ezt a kis fehér kis szövetét is fölfestették. Ugye, mint a korábbi generációs Acme kocsiknál, neki is ugye a forgóváza az, ami nem stimmel, ami egy kicsit úgy szúrni tudja az ember szemét, de a többi részlete a járműnek szerintem nagyon rendben van, nincs vele semmilyenféle probléma, és egyébként talán még ennek a régebbi Fiat forgóváznak hála, nincsenek olyan futási, nyikorgási, illetve kanyarodási problémái, mint az újabb, már GC5-ös forgóvázzal szerelt Acme kocsiknak. Úgyhogy hát ez egy nagyon jó eltalált kocsi szerintem. Mint ahogy az igazi vonatban is, az első osztályú kocsi után következik az étkező kocsi. Étkező kocsinak most én ezt a szintén nagyon nagy kedvenc, univerzálisan mindenre is felhasználható Bautzeni VRM kocsit használtam föl. Ez a kocsi, ez 85 és 2005 között bármiben felhasználható, mindenben is közlekedett, nemzetközi vonatokban, belföldi vonatokban, Intercitybe, Eurocitybe, bármiben, úgyhogy ez az egyik leguniverzálisabban felhasználható kis járművem. Nagyon örülök, hogy sikerült hozzájutnom annó a mávos verziójához. Az eredeti vonatban annyit kell tudni, hogy amit én találtam róla felvétel, ott jellemzően már DVA, illetve KAF étkező kocsi szerepelt. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy esetenként akár lehetett benne ilyen VRM kocsi is. DVA kocsit ugye nem adtak ki H0-ban soha, tehát azt nem tudok így használni. KAF-ból pedig nincs 5. korszakos étkezőm, úgyhogy ment bele ez az univerzális kis VRM Bautzeni étkező kocsi. Az étkező kocsi után pedig jön a másodosztályú szakasz, ami jelen esetben 3 darab kocsit fog takarni. Elsőnek egy Gosza kocsit választottam, ez a klasszikus Rocco Gosza kocsi, ami már szintén szerepelt több szerelvényemben is. Szerintem ez egy nagyon jól játszható kis jármű, egyedüli eltérés az a végén a feljáró ajtóknál van, illetve talán ott a szoknyánál vannak kis apróbb eltérések az igazi kocsihoz képest. Ez is egy 5. korszakos kocsi, bár már a későbbi kiadású, ahol már ugye teljesen ilyen világos szürke az ablakkeret, ugye az első kiadású kocsiknál az úgy nézett ki, hogy egy ilyen kis vékony fekete csík volt ott körbe, ugye ez már a felújított kocsit modellezi, amiket így a 2000-es évek elején küldött főjavításra a MÁV. Igazából az eredeti vonatban is előfordulhatott Gosza kocsi, találtam olyan felvételt, amin van benne ilyen Gosza kocsi is, de inkább KAF-ok, illetve DVA-k szoktak benne lenni, továbbra is, mivel DVA kocsi nincs H0-ban, ezért maradt helyette ez a kis Gosza jármű. A Gosza kocsi után pedig a 2 másodosztályú KAF kocsimat soroltam be. Ezek az NMJ kocsiai, ugye egy termes és egy fülkés kocsi került így ide a vonatba. Ugye ez is úgy néz ki, hogy az eredeti vonatban előfordult néha egy-egy ilyen KAF kocsi, néha 2 is, jellemzően DVA-k voltak benne, de ugye helyettük ezt választottam, mert ez az, ami modellben elérhető. Hát ezek a KAF kocsik, ezek ugye nem Acme gyártmányúak, hanem ezek az NMJ kocsiai, ők is már ugye szerepeltek itt egy korábbi videómban. Alapvetően ugye ez még a korábbi széria volt, amiket egész normális áron be lehetett szerezni, és igazándiból szerintem egy nagyon jó vétel volt akkor. Most már így, hogy 20.000 forintba kerülnek ugye ezek az új színterves kocsik, már annyira szerintem nem, de ezen az olcsóbbik áron beszerzett kocsi, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó árértékarányú modell, még úgy is, hogy nincs benne belső, ez szerencsére viszonylag könnyen lehet orvosolni, ebbe a kocsiba is került egy nagyon szép 3D nyomtatott belső. Ami kis apróság, ami hibája nekem, ami szemet szúr, azok ugye a lehajtott kis feljáró lépcsők,
illetve a tamponozás az a MÁV feliratnál nem sikerült a legeslegjobban. Ebből a kocsival ugye kettőt raktam így a szerelvény végére, és nagyjából ilyen hosszú volt a vonat, tehát ez egy igazándiból egy 5 kocsis szerelvényről beszélünk, pluszba ugye a rezsó. Szerintem ez az a vonat, amivel nagyon sokat el tudunk játszani különböző összeállításokba. Ugye húzhatja így egy Sergej, meg egy lehet mögötte egy ilyen kis rezsó vonatfűtőkocsi, de húzhatjuk mondjuk egy megfelelő villanymozdonnyal is, hiszen Balaton-Szentgyörgyig ez a szerelvény villanyvontatással közlekedett. A mozdony lehet olyankor egy V43-as vagy akár egy V63-as is, természetesen ugye arra figyelni kell, hogy 5. korszakos kivitelbe, tehát sima, normál, mávos mozdonyt kell elé akasztani ilyenkor. Egy korábbi videómban én is eljátszottam ugye ezzel a szerelvénnyel a gépcserét, amikor is ugye behúzta az állomásra egy V43-as, majd ugye leakadt róla, és rájárt a Sergej ezzel a rezsóval, tehát egész jó kis játékokat lehet egy ilyen szerelvénnyel csinálni szerintem. Ez a vonat 2001 után aztán átköltözött az újonnan megnyitott Zala-Lövő hodos vonalra, a 25-ösre. Ekkor már jellemzően csörgők húzták, ugye ők tudnak vonat fűteni is, illetve hát a szerelvény összeállítás az nagyjából hasonló maradt, tehát egy első osztály, egy étkező és 2 vagy 3 másodosztályú kocsi. Jellemzően a felelhető képek alapján ekkoriban már teljesen kaf kocsikból álló szerelvény volt, néha-néha még beesett egy ilyen kis VRM bauceni kocsi is bele. Ez a szerelvény összeállítás is viszonylag könnyen megidézhető az otthoni terepasztalunkon. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!